Sziasztok, itt vagyunk Sápsi Szent György mellett, Szépmezőn, az Agroelektro központjában. Itt gyártják a nagy beregtetőket, ahogy én hívom, a villanypásztorokat. Most be fogunk menni, beszélgetünk egy kicsit a Góréval, az ügyvezetővel, hogy hogyan működik itt a gyártás, és mi van itt, és mi nincs itt, ami van, mét van, ami nincs, mét nincs. Erről lesz szó. Szia, Oliver! Szia, örvendek. Dávid! Örvendek! Gyertek, nézzünk körbe! Na nézzük meg, hogy mitek van. Itt van egy kis bemutató üzletünk, ahol helyi gazdák járnak vásárolni. Ugye a fő profilunk az a villanypásztor készülékek, illetve tartozékok itt találhatóak. Szallagok, zsinorok, kötelek, kapufogantyúk, csatlakozó elemek, csatlakozó kábelek. Itt a túloldalon többféle szigetelő, fémnek, fának, illetve az általunk gyártott villanypásztor készülékek. Jelen pillanatban háromféle kivitelben, 3,2 zsúlos, 4,5 zsúlos és 7,2 zsúlos, illetve közelebbről egy 10 zsúlos nagy teljesítményi modellt is a piacra fogunk dobni. Az már nagyon csípakkó, gondolom. Hát, az nagyon. Mi ez a Game Boy itt? Most nézem, hogy itt valami játékkonzol vagy az. Azok villanypásztor tesztelek, azzal tudod kontrollálni a villanypásztor kerítésben a feszültséget, működik, nem működik, kicsit praktikusabb, mint hogyha megfognád. Nem állítható, az csak méri a villanypásztorban lévő feszültséget. Igen. Király. Ne, figyelitek-e? Külön van a fiúhocskáknak, külön a marhacskáknak, külön a szarvasnak, és a kedvenc állatom Azné. Azné a bundás barátunk. Azt ez Csipi. Elvileg bunda a nát is. Ha jól tudom, ugye? Így van. Itt a 6 méteres bunda. Ha csip, akkor csip. Vannak napelemes kivitelben is villanypásztor készülékeink. Itt található egy profi fémdobozos készülék, kinyitható alumínium konzollal. Tehát itt a belsőben található a villanypásztor készülék, töltésvezérlő, belefér az akkumulátor is. Itt a napelem alatt kapcsolod be. Gyakorlatilag télen, nyáron, éjjel-nappal működőképes tud lenni ez a készülék. Különösebb beavatkozás nélkül. Villanypásztor rendszereken kívül forgalmazunk etetőket, itatókat, állattartási eszközöket, szerszámokat, állatorvosi eszközöket, minden, ami egy gazdaságban kell. Itt vannak a szoptatóvedrek. Ennek úgy mondják nálunk, hogy szoptatóvedér. Minek van ennyi csecs rajta? Kecskéknek, bárányoknak. Ja, és akkor egyszerre többen, mintha, így van, mintha az anya állatnál lennének. Igen, vagy bóriaknak. Ezen a részen történik a kábeleknek a gyártása, ez egy automata gépsor, nagyban megkönnyíti a munkánkat. Gyakorlatilag az általunk gyártott villanypásztor készülékeknek a belső, illetve a külső kábelzetét gyártja le teljesen automata módon. A háta mögött lévő polcon találhatóak az alapanyagok, a kábelsarok, kábelek, krokodilcipeszek és egyéb termékek, amelyeket a kábelek gyártásához használnak. Akkor ezt sem beállított, hányat gyártson, de legyártsa a véget. Pontosan a kábelt megfelelő hosszúságra levágja, két felől felpucolja, és mindkét felől felpapucsolja igényesetén. Nem kell menni a zsigi szünetre, de milyen jó megoldás, nem? Így van. Itt pedig ezen a részen történik az elektronikai lemezeknek, vagy transformátoroknak a forrasztása, amit most Ákos kollégám csinál éppen. Mi az a nötty, amiben már se belevedett? A forrasztó meg van olvadva, és azért letyek. Aha! Tehát főként ezeket az elektronikákat forrasszuk, az alját. Itt ebben a műhelyben készülnek a tekercselt alkatrészek az általunk gyártott villanypásztor készülékhez. Jelen pillanatban inverter, transformátorok, folytótekercsek, vagyis hogyha Szabi kollégámat megnézzük, akkor éppen magas feszültségű transformátorokat tekercsel. Meg van takárva. Ennyi az egész. Mehetünk is tovább. Azt a mindent. Labirintus.
Ez itt az alapanyagraktárunk, itt tároljuk az általunk gyártott termékekhez az alapanyagok egy részét, közvetlen átjárással az összeszerelő műhelyben, ahol majd a végső termékek elkészülnek. Itt a ládában sorakoznak az elektronikák, amit az előző műhelyben láttunk, ott hátrában transformátorok, kijönt a már műgyantába, csomagolóanyagok, fröccsöntött alkatrészek, csavarok, elektronikai alkatrészek, tehát minden, ami a gyártáshoz szükséges. Nagyon kicsi dobozokat láttam az alaplapon a számítógépbe, de fingom sincs, melyik mi az. Így van. Kondenzátorok, ellenállások, diódák, tirisztor, tranzisztor, egyszerű áramkör, és ennek köszönhetően a meghibásodásnak az esélye az minimális. Vagy ahogy én mondom, sok kicsi bizbasz. Egyszerűsítve. Akkor mehetünk a műhelybe. Gyertek az összeszerelő műhelybe. Itt vannak a polcok. Amint mondtam, itt szereljük össze az általunk gyártott termékeket, hát a fő termékünk az a villanypásztor készülék. Itt ilyen munkapadoknál a kollégáim szerelik össze. Hát itt láthassátok a kábeleket, amit az előbb a gépsor gyártott le, vagy az elektronikákat, amiket túlforrasztunk, és itt gyakorlatilag már tesztelődik a készüléknek a fogyasztása, figyelmeztető lednek a működése, és a csomagolása a következő folyamatban. Tehát akkor minden egyes gép kap egy külön tesztet. Így van, pontosan, illetve egy egyedi azonosítószámot, amelyen lehet majd követni. Ez nagyon fontos, hiszen évi több mint 12 000 villanypásztorkészüléket gyártottunk le csak a tavalyi évben. 12 000. Mind itt kézzel lettek összerakva. Így van. Aztán mindenit. Gyertek, menjünk tovább. Gondolom azt a folyamatot gyakorlatilag látatlan lenne gépesíteni. Lehet gépesíteni, viszont nagyon költséges lenne, és oda gyakorlatilag évi milliós gyártási számra lenne szükség, hogy ez rentabilis legyen. Ja, hogy megérje foglalkozni vele. Igen. Itt van egy lapatos műhelyünk, itt gyártsuk a fémdobozos profi villanypásztor készülékeket. Itt most jelen pillanatban termelés az nem zajlik, kicsit rendetlenség van, de nézzétek el neki. A jó műhában rendetlenség van. Szia, öreg! Esztergapod. Innát lesz a drótmosogató. Ez itt a csomagoló raktárunk, innen megy ki az összes rendelés. Ha bejöttök ide például erre a sorra, akkor láthassátok, hogy különböző dobozokban vannak már a termékek itt előkészítve, termékkóddal ellátva, és innen operatívan tudjuk összeszedni a főként online beérkező rendeléseket az agroelektro.hu vagy éppen agroelektro.ro webáruházunkról. És itt a raklapokon már gyülekeznek a csomagok, amelyet hamarosan jön, és elvisz a GLS vagy DPD vagy éppenséggel, akivel dolgozunk. Ez itt a nagy raktárunk. Itt a raklapos árut, alkatrészeket, késztermékeket, félkésztermékeket tároljuk. Ebben a raktárban több mint 450 raklap tárolási kapacitásunk van, de összesen jelen pillanatban több mint 700 raklap árunk van a kinti ipari sátorban lévő áruval összesen. Ezek már legyártott villanypásztor készülékek, egy raklapon 144 darab készülünk a szezonra. Akkor nem csak rendelésre van, hanem előre is van gyártva folyamatosan. Nem, mi minden esetben készletre gyártunk, azért, hogy a nagyobb rendeléseket is azonnal tudjuk honorálni. Illetve a szezonalitást tudjuk lefedni. Ezt pedig gondolom kiállítási darab készülünk valami. Készülünk kiállításra, úgyhogy ez már a hétvégi projekt lesz. Itt a reklámnak az ideje. Hol lesz a kiállítás? A kiállítás az Kolozsváron, az Agrárián lesz az április 20-ai hétvégén. Nagyon jó, na lehet menni, fogdosni a kábeleket, rázatni, megtudni, hogy mi mire jó, mi mire nem jó. Személyesen tudunk találkozni, be tudjuk mutatni termékeinket, teljes termékpalettánkat, illetve ajándékokkal is készülünk a kedves látogatóknak. Nos, azt képzeljétek el, hogy a legnagyobb, a legerősebb az 25 kilométernyi. 25 kilométer kerítést viszel ez a 7,2 zsúlos készülék, ami jelen pillanatban a legerősebb általunk gyártott készülék, viszont a kiállításon lesz bemutatva a 10 zsúlos készülékünk, amely több mint 30 kilométer kerítést tud táplálni a gyakorlatban, ez több ezer hektár, tehát mindenki igényeit le tudjuk fetni. Azért nagyon nem tudnak ekkorakat elkeríteni, vagy hogy nincs itt akkora gazda, hogy most... Ezeket a nagy területeket általában nem szokták elteríteni, mert nem jellemző ezeken a vidékeken a vadkár, viszont ha erősebb, az mindig jobb. Igen. Szuper. Na, a következő
videóba fogunk egy kicsit beszélgetni arról, hogy kinek kell villanypásztor, miért kell, miért nem kell, miért éri meg, vagy esetleg miért nem éri meg, ráze, nem ráze, hova szabad, hova nem szabad. Vigyázz bal! Úgyhogy a következő videóban erről fogunk beszélgetni, és utána egyre rámorkolok, hogy lássuk, a hajam kiegyenesedik-e vagy nem. Köszönöm a figyelmet, adjö!